Sárga és büdös víz folyik a Csabol Szigetváron már fél éve. A polgármester azt mondja, addig nem volt baj, amíg egy állami beruházás keretében nem végeztek ivóvízminőség javító beruházást a városban. Azóta a szigetváriak ásványvízzel főznek és mosnak fogat. A szigetváriak azt mondják, hogy már fél éve nem tudnak inni a Csabból. A víz ugyanis szemmel láthatóan tele van üledékkel, zavaros, és ami nem látszik, büdös is. Hiába forralják fel, marad ugyanolyan, mint előtte. Most már az utóbbi egy hónapban ásványvizet hozunk, és azzal főzök kávét, teát, ételt, mert ártalmasnak gondolom az egészségre, hát nem lehet. A fogmosásnál is például az embernek rossz érzése támad. A polgármester szerint azt tudni kell, hogy állami beruházásban állami cég végzi a munkákat. Ezek még nem zárultak le, de az érintett lakótelepen a felújítás után rosszabb lett a helyzet. A kivitelező próbálta menteni a menthetőt, átmosták klórral, citromsavval a rendszert, de hiába. Egy biztos, a víz jó minőségű volt, mielőtt nem kezdték el az ivóvízminőség javító beruházást. Jelen pillanatban a lakosság elmondása szerint sárgasínű, büdös, főzésre és fürdésre alkalmatlan, tehát úgy veszik az emberek az ásványvizet fogmosáshoz, illetve főzéshez, mert a Csabból folyó víz erre alkalmatlan. A szolgáltató területi vezetője azt mondta, hogy jelenleg a felújított rendszer próbaüzeme zajlik. Az már kiderült, hogy mi okozza a szigetvári víz problémát. Vas baktérium volt a kútban, vagy van a kútban. Többszöri fertőtlenítéssel sem tudta eltüntetni a kivitelező, szakértőt is bevontak ebbe a munkába, összedugta a fejét az önkormányzat, az üzemeltető, a technológus, de hát mi mondom, a kivitelező felelőssége jelenleg, hogy megfelelő minőségű vizet csináljon a lakosság részére. Az üzemigazgató azt is elmondta, hogy a munkát így nem tudják átvenni, és nem is fogják addig, ameddig nem lesznek fogyasztásra alkalmasak a vízminták.